irányítás, vagy ide hozzatok, mert nekem... Folytatódik tehát a torna, és egy új úriember ül itt mellettem. Mésző Géza, nem idegen tőled a szakkommentátorkodás, én azt gondolom, Géza, szervusz, köszöntelek. Az U19-es válogatott szövetségi edzői posztját töltött be. Az U19-es válogatott nagyon fontos feladat előtt áll, hiszen Európa-bajnokságot rendezünk. Ez egy óriási lehetőség a fiataloknak, és egy óriási lehetőség a magyar válogatottnak, a magyar futballnak. Így van, jó estét kívánok! Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Tavaly is már volt szerencsém játékosként részt venni a Lázár Lovas Park színeiben, és most is idén is ebben a csapatban játszom, és örömmel vállaltam el egy picit a szakkommentátori feladatokat is. Voltam már ebben a szerepkörben természetesen, ebben az évben is, akár éppen kint Bozsik stadionban, amikor is a Honvéd egy nemzetközi tornát szervezett, akkor lehettem szakkommentátor. Mi a nehezebb? Szakkommentátorkodni, jókat mondani mérkőzés közben, vagy futballozni? Vagy edzősködni? Most már tulajdonképpen átadod ezt az egész futballt. Élvezem mindegyiket, megmondom őszintén, mindegyikben meglátom a szépséget. Játékosként azért az volt az igazi, úgyhogy ez fantasztikus élmény volt, de hát megy ennek az évek, és hát sajnos az nem lehetett már folytatni, pedig az egy óriási időszak éppen, ezért mondom a játékosoknak, amíg lehet, ők használják ki, hogy futballozzanak és minél nagyobb sikereket tudjanak elérni. Jóján élet eltöltöttél Franciaországban, és emiatt irigykedem egy picit, ha úgy tetszik, hiszen nagyon szeretem Franciaországot. Milyen volt ott futballistának lenni? Hát óriási érzés volt, és édesapám is meglátogatott, és ő azt mondta nekem, hogy hát olyan érzése van, mint annak idején, amikor ők a 60-as években Magyarországon, hogy milyen elismert játékosok voltak, és egy piciben azt érezte ott is, hogy bennünket, játékosokat, a futballt mennyire szeretik, tisztelik Franciaországba. És akkor Le Havre is volt, és Lille-be is, és Lille-ben akkor lehetett érezni, hogy egy jó nagy csapatról van szó, és hát aztán lásd, ugye BL-ig is eljutottak, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és fantasztikus érzés. A Sport TV csapata sosem fog eljutni a Bajnokok Ligájába, de Bajnokok Ligája mérkőzéseket közvetít, és reméljük, hogy még éveken keresztül megteheti. Sport TV olimpikonok VIP mérkőzés következik, ha úgy tetszik, ezt figyeljük most pirosban, piros felsőben, piros mezben a Sport Televízió csapata, és feketében az olimpikonok, közben egy szabálytalanság, hát nagyon-nagyon fontos nevek. Említettem Martinek Jánost, Kánoki Kis Attilát, Virág Lajos, Tatár István, Deák Bárdos Mihály, Csoknyai Leventét, és hát ott van a pályán Szanyó Károly is, aki azt hiszem már az összes csapatban pályára lépett, szakkommentátori feladatot is ellátott. Szerintem Karcsi már minden volt. És most szabadrugással következhetünk. Barsi Gergely, Matusz Krisztián, levágódik a labda, és aztán Hajdú Attilának is van egy kis munkája. Így fest a mi csapatunk. Hajdú Attila, Szél Tamás, Kelles Sándor, Petur András, Bot Lionel, Selmeci Richard, Marász Péter, Barsi Gergely, Rizán János és Matusz Krisztián, közben az olimpikonok helyzet előtt, de Petur András áthozza a labdát a túloldalra. Gondoltad volna? Gyönyörű, óriási. Azért látszik, hogy egy futballista alkat, Andris, úgyhogy... Vagy annyit beszél a futballról, hogy megtanult futballozni. Ami láttam már többször teremtornán is, akár ugye Salgótarjánban is szokott lenni a Gabora gálán. Itt van még egyszer. Gyönyörű volt a rüst. Mi volt ez, kapufa? Kapufa. Egy picit ilyen kapufás dolog volt. Mondjuk azt, hogy kapufa. De nagyon szép volt a lábtartás, úgyhogy megdicsérjük az Andrist. Matusz Krisztián. Barsi Gergely. Bot Lionel. Matusz biztosított hátul, Barsi Gerivel egyetemben, nem volt jó a váltás, sikerül labdát szerezni, Virág. És aztán Deák Bárdos Mihály, Szanyóhoz nem jut el a labda, Deák Bárdos Misi, hát egyszer strandfociszta Misi ellen, hát eltűntem a homokban, azt kell mondanom. Szanyó, ojjj, Petort nem tudta becsapni. Marász Péter kiváló formában játszik ezen a tornán, az operatőrünk. Bot Lionel, Barsi Geri, blokkolják a lövését. Szakmailag mit lehet hozzáfűzni, Géza? Hát az, hogy mozgékonyabb abszolút a Sport TV-nek a csapata. Viszont akár éppen Deák Bárdos nagyon-nagyon kemény feladat őt legyűrni. Hogy... Hát az egy külön feladat, az egy igazi nem kihívás. Nem szívesen fognám követővel. Matusz. Ilyen perccel ezelőtt közvetített,
most pedig megmutatja, hogy hogyan kell ezt a játékot művelni. Botlianel. Jó, hogy nem volt ütközés, mert azért nem lett volna kérdés. Kicsi próbált labdát szerezni, és került is neki. Kijön ki győztesen abból a párharcból. Botlianel. Hajdu. Matuz. Barsi Gergely. Matuz. Szél Tomi kollégának van egy fantasztikus mondása, nem egy gőtei, de emlékezetes, és sosem fogjuk elfelejteni, mely szerint a sporttelevízió kommentátorai nem csak elemzik a játékosok hibáit, hanem most be tudják bizonyítani, hogy ők is képesek arra, hogy elkövessék ugyanezeket. Igen, szerintem az mindig azért hasznos, hogy futballoztok, és ezért jobban... Hát ő az egészség. Jobban átérzi az ember. Meg egy-egy jelenetből is különben. Én ugye játszom még az öreg fiúk nagypályás bajnokságában is, és azért hasznos tud lenni az is egy edzői szempontból. Hogyha Batuz. Még picit játszik az ember. Petur megy oda, egy picit várt, és csak ezt követően támadta a labdát. Barsi ügyesen muzsikálott hátul, mellette szintén magabiztos Matosz Krisztián. Igen, nem csak a hangjuk jó, most már azért látszik, hogy egészen stabilan hátul. Bár az előbb a Kálnok is egy szép lövéssel veszélyeztette a Sport TV kapuját. Marász Péter nem tud tovább lépni a labdával, szabálytalankodnak vele szemben. Egy jöhet a Sport TV szabadrugása. Hát kiváló csapatot alkotott Kálnokik is Martinek Jánossal, Mizsér Attilával, Fábiánnal, Madarassal, Hanzélivel, később Sárfalvival, igazi legendák. Ne felejtsük el Török Ferenc szövetség kapitányt. És azt hiszem, hogy ha csak öt tusáról kellene beszélni, akkor csak ezen a mérkőzésen nem is kellene szóba hozni a futballt. Szanyó! Kálnoki kis várja labdát mögötte. Egyébként nem csak az öt tusázók, hanem a birkózók is futballoznak állandóan. Abszolút, és ez nagyon jó is. Igazából a futballnak is picit más portákba egy kicsit belekóstolni a játékosoknak. Ez nagyon csúnya volt. Kellett Sándor kér elnézést, Virág Lajos kiváló birkózó került a földre. Lendülettel megindult, és már... Jója. Pici ütemkés. Hát nem voltak egy súlycsoportban. Igen, jobb, hogy nem volt nagyobb ütközés. A labda mögött Szanyó Karcsi, aki 90-ban megjárta az Atlantai olimpiát, két mérkőzésen pályára is lépett, és most el fog végezni szabadrugás. Szanyó! Technikai tudás az egyszerűen lenyűgöző. És együtt játszunk az Újpest öregfiúk csapatában, és hát még mindig elámulok tőle, hogy miket tudom a labdával még most is, és most is bizonyította ezzel a bombagollal. Nagyon eltalálta. Atya úristen, be a pipába. Kálnokik is. A fia kiváló labdarúgó szép jövő előtt áll. Kristóf András és Szanyó. És Szél Tomi is a pályán. Igen, Szél Tomi is a pályán, nehogy is megfelelkezzünk a költőnkről. És egy nagyon kemény. nem tudom mennyit lát, de Bárdos Misi mögül. Kikandikál onnan néha. Most rosszul látok. Megszabadult a labdát volna. De inkább fogalmazunk úgy, hogy szép szerelés volt. De nagyon jó pár, kár, hogy a kamera nem megy rá, ahogy ott... Dehogy nem, itt a tessék. Nagyon jól néznek ki. Deák Bárdos. Szél Tomi gyönyörűen blokkolta. 2001-ben Európa-bajnokságot nyert Isztambulban. Deák Bárdos Mihály, és emlékszem, Oldár Dániel közvetítette azt a döntőt. Én majdnem elsírtam magam. Deák Bárdos. Keresi a labdát Matuz előtt. Trizán János. Selmecinek egy picit hosszú, aztán sikerül megmenteni a labdát, sőt ő varázsolt egy picit. Ez vajon mi volt, Sanyi? Szanyó. Aj, de szépen csinálja. Szanyó még mindig. Ott a lövőhelyzet. Trizán blokkolja, és aztán eltakarítja onnan a labdát. Bizonyára Porszívó jobban áll a kezében. Deák Bárdos. Szél Tomi fantasztikus párharcokat nyer meg. Annyira fegyelmezett játéka van. Károly 18 éves. Szerintem egy edzők álma lenne a Szél Tomi, mert ott van, stabilan, mögötte. Nem mozdul el a helyéről. Tehát nem, úgy azt tanítják, a belső víznek a zónáját ne hagyja el. Így van, nagyon mondom, hihetetlen fegyelmezett.
Keller megy a lepattanóért. Hajdu. Na most nézzük, mit csinál a labdán. Szél Tomi. Mikor feladatom előre. Jó helyre passzolt. Jó. És elmeci Richard. Kánoki kis tette belőle a lábát. És Keller Sándor szedheti össze. Jó néhány külföldi tornát megjártam Keller Sanyival, úgyhogy egészen közelről figyelhette a nagyobb sztárokat, hogy például látta felnőni Fabregas-t, vagy éppen Gerard Piqué-t. Képzeld el. Nagy élmény lehetett az, óriási. De csak ő emlékszik rá. Meg én. Jöhet a Sport TV szabadrugással. Ez zicser. Azt mondod? Hát, hogyha jól fölállnak. A labda mögött Selmeci Richard. Egy legurítás. Egészen szűken a közelem jön. Ott van Keller Sándor. Sanyi, most Tatár Pista visszajött. Ó, oh, gól! 1-1! Megpattant. Zicser góra váltott meg. Szakmai hozzászólás. Rosszul állt föl a fal, nem? Hát igen, így nem lehet fölállítani egy falat. Igen, pont Tatár Istvánról. Igen, Tatár Pista pont visszajött, nem tudta eldönteni, hogy melyik sarkot fogja, és aztán utána lepattant róla. Ő különben szélvész gyors volt, még annak idején a Vasasban is játszott a 80-as évek végén, Tatár Pisti. Hihetetlen gyors volt. Bot Lionel. Hatalmas lendülete hozza a labdát, Matuz. Nagyon szoros a meccs, kézzel. Abszolút, igen. Először azt éreztem, hogy a Sport TV mozgékonyabb egy kicsit, de azért egy picit a Szanyó Karcsinak a rutinja. Azért az érződik, és jó. Most Martinek Jani is bejött az olimpikonok közé. Oh! Baráz! Nagyon szépen laposan a meccset. A sarokba. Lőni kell. Ez egyértelmű, hogy kis olyan is fontos, hogy minél többet lőjenek kapura. Kristóf Adel szóvá tette, hogy nem figyeltek ott a lövő emberre. Igen. Virág. Gyönyörű megelőző szerelés a Tomitól. Matuz. Petur Andis ismét a pályán. Matuz. Játszik könnyedsége, húzza a labdát Petur. Embert követett magának, aztán ő maga befejezte. Matuz. Átparancsoljuk az olimpikonokat a saját térfelükre. Szanyó. Petur mellett megtolja a labdát. Petur most lemarad. Szanyó és Hajdu. Nagyon szép védés volt, mert nagyon jó előtt a Karcsi. Virág szerez labdát, aztán Petur is megteszi ugyanezt. Marad, ez szabálytalan szerintem. A játékvezető mutatja, mehet tovább. Ez olyan birkózó. Martinek. Kristóf. Tatár. Martinek. Bot Lionel. Lehet látni, hogy Lionel jó barátságban van a labdával. Igen, és nagyon mozgékony. Hoppá! Petur kihagyta. De szép volt. Pedig mekkora helyzet volt? Igen, nagyon szépen helyezkedett Andris a hosszúra. Nagyon fontos, hogy kis pályán, hogy ott legyen a hosszú sarkon mindig valaki. Virág. Andris nem hagyja magát. Ki volt szabálytalan Andris? Pedig nem egy súlycsoport. Igen, Andris nem érti. Nem, igen. Ó! Martinek jönni szép megelőző szerelés. Kicsit Matuz. Néhány perccel ezek egymás mellett dolgoztak, most egymás ráncigálják, Matuz és Szanyó Karcsi. Igen. Egy jó kis taktikai falt. Virág. Szanyó. Keller mögötte. Martinek. Virág. Úgy de szép. Baráz beletette a lábat, óriási mentés volt Keller. Bot Lionel, ez nagy lehetőség, ott van Maráz előtt, oldalra, Petur jobb lábá, és beakad.
De hogy? Gyönyörű volt. Egy labdányi hely volt. Rövid kapufa. 3-1-re vezet a Sport TV. És Kristóf Andris között, és itt van. Befért. Ja. Mi volt ez? Kapusiba? Hát igen, a rövidbe ott, ezért nem szabad a gólt kapni. De hát benne van. Andrust próbált így véden, ezt a Bukarest ellen a 80-as évek közepén. Azt hiszem Barbulescu volt az, aki megküldte, és ő is valahogy így próbálta meglegyinteni a labdát. Ő sem járt sikerrel. Jön a Honvéd, igaz? Igen. Ha jól emlékszem, ez a 85-86-os szezon volt. Igen, mert utána én Andrus Józsival a Vasasban én együtt játszottam később. Nagyon szerettem különben, nagyszerű kapus volt. Botlionel. Paráz. Nem volt szabályos szerintem. De lehet, hogy most Sport TV mezbe üsz. Nem. De valóban nem volt olyan egyértelmű. Ó, Hajdú! Hatalmas bravúr, virág küldte meg. Martinek. Baráznak szedte le, aztán Baráz esett egy nagyot Martinek mellett, szabad rugás. Baráz rúgott egy gólt, és az egy gólpaszt. Ó! Két gólt szerzett most már. És le is megy a gólszerzés. Pedig milyen jól indítottak az olimpikonok. Igen, hát most is egy kicsit rosszul állt fel a sorfal azért. Kicsit rosszul. Szó mi szó, hogy egy méterre kiért kellett volna álljanak. Tatár. És itt a vége, miután a VIP csapatok 15 perces mérkőzéseket játszanak. A Sport TV csapata 4-1-re veri az olimpikonokat, pedig jól indítottak az olimpikonok, hogy Szanyó Károly csodálatos szabadrugás góljával 1-0-ra vezettek, aztán megtiltottuk a mérkőzést, a vége nagyon sima lett. Igen, ezt lehetett, én ezt éreztem az első pár percben, hogy sokkal mozgékonyabb és jobban játszák ezt a játékot. Szanyó Karcsi gólja pedig csodálatos volt, úgyhogy hiszem, hogy jó mérkőzést lehetett látni. És rövidesen egy újabb interjút hallhatunk. Az utolsó percekben Széltomi nem játszott, de amíg játszott, addig jól játszott. Most kérdezhet Széltomi. Ez lehet, hogy egy picit el is fáradt. Parancsolj, Tomi! Köszönöm szépen. Hát Deák Bárdos, milyen mellett nem nehéz elfáradni, de gondolom ti is elfáradtatok így a nap végére. Persze, főleg úgy, hogy azért nem sokan vagyunk már, akik aktív sportolók, és néha egy-egy tornára állunk össze, úgyhogy a többiek nevében is beszélhetek, hogy igen, elfáradtunk. Azért Szanyó Károly jó igazolás volt, gyönyörű volt lőtt. Igen, jó lett volna, hogyha a többi mérkőzésen is játszik, de hát ez már múlt, és a múlton nem kell rágódni. De gondolom a következő ilyen tornákra megint jöttök. Persze, hát hogyha hívnak, mi bárhova meghívnak minket, akkor szívesen megyünk. Köszönöm szépen, és további sok sikert köszönöm kívánok. Szépen. Kedves nézők, tehát megvolt ez a mérkőzés, és remélem, önök túlélték, hamarosan pedig jön már a döntő.